befeszül a húcsója, megitt tampár korsóval, beszaladok gyorsan egy nyilvános mosdóba. Az egyik fülkében egy gyürge épp a fostolja, másikon lábbal kopogok, kezemben nem mosholjam. De azon is kikiált valaki, hogy bocs foglalt, mit csináljak a nadrágomban duzzodó ostorra? Oh, jól van, látom, van itt egy harmadik fülke, ami elsőre a tekintetem elkerülte. Ha foglalt, azt a kilincsnél a piros szín jelzi, a zöld azt jelenti, hogy szabad, mehettek vizelni. De ez a fülke valahogy piros, fehér és zöld egyben, benyitok és megpillantok két alak a töltönyben. A kurva isteni, ez az Orbán meg a Feri, az Orbán teli erőből a Feri faszát veri. Csak állok ott a lábam, mintha le lenne ragasztva, de ők rá se rántanak, nem úgy, mint a faszra. Orbán, ver ki a Ferinek, Orbán, ver ki a Ferinek, Orbán, ver ki a Ferinek, Orbán, gyere, ver ki a Ferinek. Bírt még egy kicsi két Feri, bírt még egy kicsi két Feri, bírt még egy kicsi két Feri, bírt még egy kicsi két Feri. Körbenézek, most látom, hogy itt állunk már százan, a százban 40 ember talpig narancssárgában, szóval a száznak a kétharmada talpig narancssárgában, a pénzét dobálja Orbánnak a nevét kántálva, szurkolnak neki, hogy juttassa el Ferit a csúcsra, de Orbán flesseli a szitut, csak az időt húzza, túrlántja a ficsmát, könnyek gyűlnek Feri szemében, de közben serényen gyűlik a lé kettejük zsebében, a bal oldalamon pirosban áll 6 darab nyugger, sírva kántálják, hogy Feri, bemenjünk, de Orbán akaratlanul is túl jól bánik a fasszal, jobb is baloldal együtt készül a nagy pillanatra. A maradék 54 ember undorodva nézi, hogy mi a faszért vagyunk még itt, azt senki sem érti. De mégsem merjük el, hogy mi a mosdón, mert csak a húgy és szarszakban érezzük magunk igazán otthon. Orbán, ver ki a Ferinek, Orbán, ver ki a Ferinek, Orbán, ver ki a Ferinek, Orbán, gyere, ver ki a Ferinek. Még egy kicsi két Feri, bírd még egy kicsi két Feri, bírd még egy kicsi két Feri, bírd még egy kicsi két Feri. Cserélő gondolat, hogy Ferinek van, van fígy, hol hajra.